Hiszek abban, hogy hatással tudok lenni a környezetemre. Egy olyan hatással, ami épít, ami egy követhető mintát tud adni, egyszer már bevált. Ennek kapcsán 6 életdöntést szeretnék megosztani veletek, életem második feléből az elmúlt 15 évből. Szeretném az elején leszögezni, hogy én alapvetően könnyen és gyorsan hozok döntéseket. Nem szeretek sokat rágódni rajtuk, kifejezetten bosszant, amikor túl gondolkodom. Tudom, hogy ez személyiségektől függ, nem mindenki érez ugyanígy, nem is feltétlen ez lesz az üdvözítő út. Minap láttam az amúgy felejthető Inhumans című sorozatnak egy epizódját, amiben az egyik szereplő nem mert lépni, nem mert dönteni, egyszerűen azért, mert nem látta az összes lehetséges kimenetelét a döntésének. Szerencsére ott volt egy társa, aki mondta neki, hogy csak a fanatikusok azok, akik kételkedés nélkül döntenek. Valójában az az egészséges, hogyha mindig van bennünk egy kis kételj, egy kis bizonytalanság, egy kis vizsgadrukk a döntések előtt. Aztán jöttek a fegyveresek a filmben, úgyhogy gyorsan lépni kellett, nem volt választás. Térjünk vissza hozzám. Cserkész vagyok. Sokáig aktív cserkészvezető voltam. Amikor 15 évesen felkértek, hogy vezessek őrsöt, nem gondoltam magamat alkalmasnak, de azt éreztem, hogy ez így lenne helyes. Megkaptam a vezetőimtől azt a szükséges bizalmat, ami motivált arra, hogy elvállaljam ezt a döntést, még akkor is, amikor a vezetőképzőt valójában az elvárásokon alul teljesítettem. Most már szülőként át tudom érezni a saját szüleimet és a vezetettjeim szüleinek a gondolkodását, hogy hát minimum felvonták a szemöldöküket. Erre a 15 éves nyíkhaj kamaszra bízzuk a gyerekeinket, hogy vegyen részt a nevelésében. Komolyan. De valójában ez egy olyan modell, ami már több mint 100 éve működik. Vannak a 20 pár éves felnőttek, felnőtt nevelők, akik megbíznak 15-16 éveseket, hogy vegyenek részt a 11-12 évesek nevelésében. És itt a vezetőknek nincs választása. Meg kell tanulniuk életképesekké válni, meg kell tanulniuk beleállni a felelősségbe és döntéseket hozni. Egész egyszerűen azért, mert különben a rájuk bízottakat nem tudják ugyanerre nevelni, ugyanerre segíteni. Én ezt bevállaltam, és egy olyan alapot adott az életemnek, amit azóta is a munkahelyemen, a családomban nap mint nap látok, tudok használni. Egy olyan baráti közösséget is kaptam emellett, amelyik országhatárokon, élethelyzeteken, tanulmányokon túl a mai napig összetart. Az a tapasztalatom, hogy a döntéseinkben sokat segít, hogyha van egy biztos hátterünk, hogyha megkapjuk a bizalmat másoktól. Nézzük a második dolgot. Vallásos vagyok. Ezt a vallásosságot nem gyakoroltam mindig. Sőt, volt olyan időszak az életemben, amikor nekem példát kellett ebből mutatni, de valójában az inkább külsőség volt, látszat. Legbelül azt éreztem, hogy ezek a szabályok, ezek a kötöttségek, ezek feleslegesek. Ekkor voltam 15-6-7 éves. Néhai barátnőm, mostani feleségem, szelíd erőszakkal rávett, hogy ezt talán kicsit komolyabban is lehetne venni. Akkor azt éreztem, hogy ez egy felelős döntés lenne, hiszen ez az a minta, amit a környezetem lát, amit aztán a gyerekeim majd látni fognak. És igazából cserkészvezetőként is ez az a példa, amit azok a tizenpár évesek látnak, akik éppen a legnagyobb lázadásuk közepette vannak. Többek között Isten ellen és az egyház ellen, ahogy én is voltam. Aztán 20 éves koromban egy kicsit változott, azt éreztem, hogy igazából időm nincs erre, pontosabb leszek, nem szeretnék éppen erre megfelelő időt szánni, vannak nekem fontosabb dolgaim is, amikkel inkább foglalkoznék.
És eljött az az időszak, amikor ott belül elkezdett motoszkálni valami. Hogy ha a gyerekeim majd egyszer így fognak gondolkodni, na attól nem leszek boldog. És ez volt az, ami átfordította bennem a vallásossághoz való hozzáállásomat. És azt gondoltam, hogy igen, én küzdeni fogok azért, hogy legyen Isten kapcsolatom. Ezt a döntést hoztam. És emellett próbálok a mai napig nap mint nap kitartani és dolgozni. És látom azt, hogy jó érzés, hogy hálát lehet adni valakinek. És jó érzés, hogy lehet abban a hitben élni, hogy valaki a kezében tart. A harmadik döntésem az a házasságomhoz kapcsolódik. 13 évvel ezelőtt jöttem össze Bözsivel, a mostani feleségemmel. Osztálytársaként ez volt az első komoly párkapcsolatunk. Vagy akár az első párkapcsolatunk. Úgy álltunk hozzá, hogy addig szeretnénk együtt maradni, amíg el tudjuk és el akarjuk közösen képzelni az életünket. Mert amúgy minek húzzuk egymás idejét? Mi más célból? 18 évesen ez egy izgalmas vállalás volt. Azt gondoltuk, hogy szeretnénk fiatalon házasodni, fiatalon szülők lenni, aztán fiatalon visszatérni majd a karrierünkhöz, hogyha úgy adódik. Valójában, őszinte leszek veletek, nekem halvány fogalmam nem volt ezekről a dolgokról. Bözsi volt az, aki ezt az utat javasolta, és én letettem mellette a voksomat. Eltelt 6 év. Együtt maradtunk, külföld, egyetem, sok idő, kevés idő egymásra, konfliktusok, minden egyéb mellett. Azon gondolkodtam, hogy most még igazából nekem be kéne fejezni a PhD képzést, ahhoz, hogy legyen egy biztos egzisztenciám. Az még mondjuk 2 év nettó. Akkor már 8 éve lettünk volna együtt, igazi elköteleződés nélkül. És végül úgy döntöttem, hogy minek húzzuk ezt tovább. Megkértem a kezét. Lánykérés, eljegyzés, ez eddig egy tündérmesének tűnt. Aztán jött egy nehezebb életszakasz. Bözsi elbizonytalanodott, és nem mert újra dönteni a házasság kapcsán. Félt meghozni egy döntést, hogy igen, de azt is félt kimondani, hogy nem. Ez a bizonytalan állapot, ez szörnyű volt. Ezt ennél rosszabb én azt gondolom, hogy nincsen. Végül a lelki atyához fordult, és imádságban, meditációban, gondolkodásban, sok beszélgetésben próbálta megkeresni azt a módot, ami segít neki döntést hozni. Isten kezébe helyezte ezt a döntését, és ez volt az, ami segített neki. Döntött mellettem, hála Istennek, és így aztán összeházasodtunk. Azóta sokszor kibeszéltük ezt az időszakot, és a döntések kapcsán is tanultam belőle. Méghozzá azt, hogy ugyanúgy, ahogy kételkedni, ugyanúgy félni sem baj. Nem baj az, hogyha a döntéseink előtt félünk. Az baj talán, hogyha ez a félelem ez megbénít. Hogyha hagyjuk, hogy ez a félelem ne engedjen dönteni. Nem baj az, hogyha lassan döntünk, akkor, hogyha ezt meggondoltságból, átgondoltságból tesszük, és nem pedig bénító félelemből. Azóta minden nap megnyugszunk abban, hogy ez egy jó döntés volt, és nagyon boldogok vagyunk. Ebből következik a következő helyzet is. Miszerint van 3 gyerekem. Szeretnék még mondjuk 1-et. Őszintén szólva, szívemből nem vágytam gyerekekre. Inkább azt éreztem, hogy én olyan élethelyzetben vagyok, nekem olyan lehetőségeim vannak, hogy ez kötelességem, hogy nekem gyerekeim legyenek. Hogy ez egyfajta küldetésem. Sok munka, sok kihívás, de vállaltam ezt a döntést, hogy én gondoskodni fogok a gyerekekről. Hogy nevelem őket, hogy jó magyar embereket fogok nevelni belőlük, akiknek talán majd szintén lesznek gyerekeik, és így tovább.
valójában nem is csak egy, hanem öt életre szóló döntést hoztam. És minden nap hozunk sok-sok apró döntést, ami azt az alapot építi, amire majd a gyerekeink az ő életüket fogják felhúzni. És felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha elrontjuk? Őszintén szólva, én nem félek ettől. Azt gondolom, hogy ha csak annyira rontjuk el őket, mint amennyire annak idején minket elrontottak, akkor annyira rossz már nem lehet a helyzet. Bízom benne, hogyha szeretetben tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, és így nevelni őket, akkor ez nem kudarc lesz, hanem egy sikertörténet. Szeretnék ennek kapcsán a munkahelyemről is behozni egy szálat, hogy érezzétek, hogy nem arról van szó, hogy félváról veszem. A munkahelyemen hetente, két hetente beszámolót kell tartani arról, hogy hogy állnak a feladatok, a projektek. Ezekre próbálok minél jobban felkészülni. Ennek kapcsán, hogyha valami elmaradásban van, akkor hát az bennem ingerültséget okoz. Gyomorgörcsöt, feszültséget, türelmetlenséget. Elérkezik a megbeszélés, kicsit pirulva odaállok a főnököm elé, elmondom neki, hogy hát ez a helyzet, és az a reakció, hogy semmi gond. Majd egy hét múlva, nem rohanunk mi sehová. Látom, hogy igyekeztek, rendben van. A kő legördül, izzadság, oké. És aztán megyünk tovább. És próbálom magamnak megtanítani azt a hozzáállást, hogy az életünk az egy játék. Hogy én akkor tudom valójában élvezni az életet, és jól érezni magam benne, hogyha tudom játszani. És ez az, amit a gyereknevelésre is vissza tudok kötni, és vissza szeretnék kötni. Mi fiatalon hoztunk döntést, több döntést, sok életre szóló döntést az elköteleződés mellett. Eddig egyáltalán nem bántuk meg. Biztosan kevesebb életbölcsességgel vágtunk bele, kevesebb tapasztalattal. De egy előnyünk mindenképpen van, 40 évesen már nem fogunk pelenkázni. Amikor összeházasodtunk, akkor egy valamit leszögeztem. Építkezni azt nem fogok. Pont. Na most 2 évvel ezelőtt 10 millió kiváló indokot találtunk arra, hogy mégiscsak ez egy nagyon jó időpont lenne, hogy építkezzünk, úgyhogy belevágtunk. Egy valamit megfogadtunk, hogy összeveszni nem fogunk egymással. Nem szeretnénk, hogy a házasságunk válás közeli állapotba jusson, mint ahogy több baráti házaspárnál ezt tapasztaltuk, láttuk. Sikerült. Ehhez az volt szükséges, hogy egyrészt játszani akarjam az építkezést, másrészt pedig egy John Lennon idézetet próbáljak minél többször ismételgetni magamban, főleg ahogy egyre csúszott az építkezésnek a vége. Ez pedig így hangzik, hogy minden rendben lesz a végén, amíg nincs rendben, addig nincs vége. És az utolsó döntés, amit szeretnék megosztani veletek, az egy közös döntésünk a családommal, aminek mégiscsak én vagyok a kedvezményezettje. 4 éve triatlonozom, és idén megkaptam azt a lehetőséget, hogy másodszor is teljesítsek egy Ironman távot. 2016-ban nagyjából hasonkúszva beértem a célba. Most idén szeretnék 3 órát javítani ezen az időn, úgyhogy gondolhatjátok, hogy ebbe azért bele kell tenni egy kis munkát. Ez nagyjából heti 10-11 órát jelent edzésidő szempontjából, amit hát az alvásból, a családtól, hát kisebb mértékben a munkából lehet ellopkodni. Tehát ez egy nagy felelősség, egy nagy vállalás a család részéről is. Az elején az is fölmerült bennem, hogy fogom-e azt bírni, hogy nap mint nap 1-1,5 órát edzeni kell. Ez egy idő után unalmas, fárasztó, fáj, az embernek nem ez az élete alapvetően, ráadásul mondjuk építkezünk mellette, és mégis megkaptam a családomtól az ehhez szükséges bizalmat. És ez segített abban, hogy saját magamnak is bizalmat tudjak szavazni, hogy igen, én képes leszek rá, én végig fogom csinálni ezt az évet, és ott leszek a versenyen. Alapos mérlegelés és tervezés után sikerült egy ilyen bizalmon alapuló önmagamat és az egész családot megerősítő döntést hozni.
Zárásként kedves lenne, hogyha adnék most nektek valamit. Nem fogok. Majd az ebéd. Kérek viszont tőletek valamit. Azt kérem, hogy kicsit gondoljátok át, és tudatosítsátok magatokban azt, hogy jelenleg milyen életdöntések azok, amik előtt álltok. Kérem, hogy beszélgessetek erről hozzátok közelállókkal. És arra bíztatlak titeket, hogy szavazzatok bizalmat magatoknak. Merjetek döntéseket hozni. Merjetek elköteleződni. Ugorjatok fejest az életbe.